Köszöntöm a nézőinket, Heyman Ferenc ül velem szembe, nyugalmazott TSZ elnök, bár itt megbeszéltük az adás előtt, hogy nem fontosak a titulusok. Egy gratulációval kell kezdenem, a Pro Urbe díjat vehette át nemrégiben Szekszárdváros ünnepi közgyűlésén augusztus 20-án. Kedves Ferenc, hogy érte ez a megtiszteltetés? Kicsit meglepetve, alapvetően természetesen, hogy kedves, meg jól esett, de én nem szeretek ilyenekkel dicsekedni, vagy fényeskedni. De mindent összetette természetesen, hogy egy kedves dolog volt. Azért ugye ez egy hosszú-hosszú időszakot ismer el. Mit gondol, hogy mégis mi lehetett az ön pályafutásában, amire a döntéshozók felfigyelhettek? Hát tulajdonképpen a TSZ-ben eltöltött majdnem 30 év, meg hát született paraszt gyerek vagyok, eredeti szekszárdi tűke születésű, sváb származású, az őseink az 1700-as évek közepén jöttek be Mária Terézia idején, és hát az alsóvárosba telepedtek le, és amikor hát a TSZ szervezés történt, engem kértek föl elnöknek, én nem káder elnök voltam. Maga a tagság kért föl, eleinte nem is akartam elfogadni. Miért nem? Hát kikívánkozott be a kolhozba. Úgynevezett középparaszti családból származom. És hát szőlészettel, állattenyésztéssel, növénytermeléssel foglalkoztunk, édesapám nagyszerű ember volt, nagyszerű gazda, ki végigháborúzta a második világháborút, és utána még 3,5 év szovjet hadifogság, mikor 48 elején hazajött, 98 kilós ember 52 kilóssal. Hát persze ez rányomta a bélyegét az egészségére is. Tehát azért még élt 75 éves koráig, legnagyobb örömünkre, de hát nem volt jó egészsége. Na és hát a TSZ szervezés 1960-ban, nagyon jó gazdaságunk volt, mint magángazda, tenyészbikákat, tenyészkanokat neveltünk. Egy tenyészbikával 58-ban a háború utáni első nemzetközi mezesei kiállításon egy saját tenyésztésű bikával vettem részt, ahol hát díjat is kaptunk, meg nagyon jó pénzt. Boldog volt, gondolom. Hát természetesen. És hát utána jött a kolhozosítás. Hát egy parasztember sem ment be szívesen. De hát mit lehet csinálni, ha bár bent voltunk, és paraszt gazdatársaink megkerestek, én akkor 30 éves voltam. Nem akartam semennyi pénzért vállalni, de hát ráerőltettek. Nem bántam meg, de hát nagyon sok munka, sok-sok kínlódás állt mögöttünk. Hogyan emlékszik a kezdeti lépésekre? Tehát először még ugye nem Aranyfürt néven volt, ami ugye a köztudatban. Déri Balog Ádám TSZ voltunk. Cseng. Hát ez is egy kiváltság volt, mert akkoriban ugye aranykalász, meg vörös csillag, meg ilyen nevek putkostak. Igen, ez nagyon meglepett engem is, és hogy miért hát pont Déri Balog. Szerencsére Ádám akkor a megyei első titkár, Brandner Józsi bácsi volt, és az direkt rábeszélt bennünket, hogy történelmi nevet válasszunk. És mivel az utca, a fő utca, ugye Béri Balog Ádám utca volt, így adódott, hogy Béri Balog Ádám TSZ legyen. Persze ebből ugye a tagok egy anekdótát csináltak, helyesebben egy szólamot, mikor kérdezték, hogy melyik TSZ-nek a tagja. A Béri Balog Ádám TSZ-nek vagyok a tagja. Hát mi az első évben 32 forint 80 fillért fizettünk egy munkaegységre, később igékbe feljutottunk 80 forintig. Országosan is a 10 legjobb TSZ között voltunk, és hát nagyszerű szakemberek, nagyszerű gazdatársak voltak. Hát ugye megkaptuk 2 évre vagy 1 évre már
minősítést, hogy mi vagyunk a Kulák TS. Meg föl-föl hívattak pár bizottságra, hogy hogy merik én Kulák parasztot brigádvezetővé kinevezni. És ugye mondtam, hát vagy termelnünk el, vagy akkor elveszünk. És hát beleegyeztek, hála Isten, úgyhogy... Ki érte az igazát? Kérem? Ki érte az igazát? Hát ez volt a... Ugye mondhatnám, a legfiatalabb TSZ tag voltam, és nagyon sok bölcs ember, László Feri bácsi, Cép Ista bácsi, Eszteri János bácsi, sokat sorolhatnák még. Nagyszerű paraszt emberek voltak. Hogy jött az aranyfürt? Mi volt annak a története? Hát ugye három TSZ volt akkor már a városban, és hát pártbizottsági nyomásra egyesülnünk kellett. És hát én mondom, én nem akartam vállalni, de hát a tagok meggyőztek, hogy vállald el az egyesülés után is, mert hát mi lesz velünk, ha nem te vagy a főnök. Csak mindig elmondták, hogy neked csak az kell, hogy amit közösen itt megbeszélünk, azt hajts ki tűzön vizen. Hát sok élményem volt ilyen szempontból, de hát nem érdemes ezt most előhozni vagy fölhozni. Sokat gondolkodik ezeken az időkön? Hát nem. Én amikor elmentem 88 év végén nyugdíjba, akkor én szisztematikusan megcsináltam magamnak a nyugdíjas éveket, úgyhogy el is akartam feledkezni a TSZ-ről. Annyira rossz volt? Nagyon jó TSZ volt. De hát sok probléma volt. Közel 30 évig ez keserves dolog volt. Ugye időközben elvégeztem a kaposvári mezősei főiskolán az üzembérnöki szakot állattenyésztésből, levelező úton, hát az is megterheli az embert. Mert soha nem gondoltam fiatalabb diákkoromban, hogy az ember úgy van vele, hogy hát egy kettest csak megkaphatok. De ilyen felnőtt korban nagyon szégyeltem volna magam, hogyha ide jutok. És hát hogyne, nagyon komoly eredményeket értünk el az aranyfürdbe is. Akkoriban már ugye nyugatról bejöhettek a mezősági gépek, traktorok, kombájnok, vetőmagok, növényvédőszerek, modern kultúrák, és hát mi mindig elsők között voltunk a vásárlásokkal. Sőt, most ugrok egy kicsit visszafelé, a Béli Balog TSZ-ben mi 61 márciusban már saját traktorokat vásároltunk, mégpedig úgy, hogy a tagság adta össze a pénzt. És azt később törlesztettük természetesen a tagoknak. És hát tulajdonképpen nálunk volt Magyarországon az első gépvásárlás. Sőt, nem vontuk be a szőlőket, gyümölcsösöket a közös művelésbe. Kint hagytuk mindenkinél. És a termésnek egy bizonyos mennyiségét attól függ, hogy milyen volt a szőlő állaga, 10-20%-a adtak le tagok szőlőt. Többi az természetesen megmaradt náluk, ugye a munkadíj fejébe, vegyszerek és egyéb fejébe. És akkor már 61-ben a kukoricákat nem munkaegységre dolgoztuk, hanem részes művelésbe. Kiadtuk, kimértük a tagoknak, és egyharmad résztőt kaptak meg. Hogy lehetett mondani, hogy amit önök csináltak itt Szekszáron, az egész ország mezőgazdaságában példaértékű volt, vagy kiemelendő? Egyértelműen csak ezt lehet mondani. És rá 2-3 évre természetes futótűzként terjedt az országba. De hát, hogy én mit kaptam ezekért a dolgokért, azt most ne feszegessük. Ugye, mert hát mindjárt azt mondták, hogy kapitalizni akarunk. Kapitalisták, ez nem szocializmus építés és egyéb is. De akkor mégis hogy tudták ezt keresztül vinni? Minek köszönhető, nem, hogy mégis? Mellém állt. És megvédtek. Hát én hallom, sokszor elmondták, hogy Kulák csemete, klerikális, fasiszta. Na, hogy tudta ezeket elviselni? Egyik fülemembe, a másikon ki. De amikor az év vége eljött, és a másik három TSZ-be, 8 mázsa, meg 9 mázsa átlag buzatermés volt katesztrási oldalon, holdankint. Kukoricában meg 10, meg 12, mi nálunk akkor volt holdankint már 32 mázsa buza, meg 45-50 mázsa kukorica.
És ugye abból kiadtuk az egyharmad részt, még akkor is kétszer annyit termeltünk, vagy háromszor, mint a másik TSZ-ek. És azért ez megdöbbentette őket, és rájöttek, hogy ebből szabad engedni. És ezek a sikerek tovább mentek az aranyfürttel is? Igen, hogyne, egyértelműen. Ott már megfelelő tőkeerősségünk volt, és hát nagyon komoly szakembereket vettem mindig magam köré. Az első agronómusunk még a Bériből, a Lubvánik Jenő bácsi volt, aki valamikor a pörbői, serenci gazdaságon volt uradalmi intéző, egy végtelen aranyos, nagy tudású, egy gentleman volt. Főkönyvelőnk Nagy Feri bácsi, ő szekszárdi származású is, valamikor a régi pinceszövetketnek volt a vezetője, egy nagyszerű ember. Hát sajnos már egyik se él, úgyhogy jár az idő ezzel. És hát az aranyfűr TSZ-el két évben is, 82-ben, 83-ban országosan elsők lettünk. És hát nagyon jó jövedelmezőség. Voltak olyan évek, hogy 20% abszolút tiszta nyereségünk volt. Ez annyit jelentett, hogy 80-100 millió forint. És ilyenkor jön a lefejés, hogy adjunk ilyen célra, adjunk olyan célra. Hát valamennyit nyújtottunk mindenkinek, de hát elvitték már az összeset, és ilyenkor az embernek nemet kellett mondani. Uh-huh. Ebből is nagyon sok sértődöttség lett. Akkor nehéz volt önnek vezetőnek lenni? Hát, tehát mindenféle oldalra megfelelni a tagoknak, megfelelni oda? Nem lehetett irigyelni a sorsomat. De én örömmel, szívesen csináltam. Ez ebben van a sikerzáloga, hogy mindig szívesen csinálta? Ez nagyon fontos, hogy az ember eltökélje magát. Hogy mit akar, hova akar kilukadni. Én arra akartam kilukadni, hogy jó gazdaság legyünk. Például sok ellensége volt? Valószínű, hogy volt. Voltak, de nem, inkább az az általános, hogy szerettek. Uh-huh. Általában az idősebbek úgy hívtak, hogy Ferikém. A fiatalabbak meg főnök. Uh-huh. Én nekem ez jól esett. Gondolom nekik is, mert ahol tudtam, segítettem mindenkin. Édesanyám mondta, amikor hát beléptem a TSZ-be és megválasztottak elnöknek, hogy kisfiam, arra vigyázz, hogy ha tudsz, használj. Ha nem tudsz, akkor ne árts az embereknek. És ez egy vezérelv az én szememben. Még máma is, hát fölkeresnek az emberek, nincs semmilyen problémám, természetes volt a karosaim is. Mert hát azért időnként nemet kellett mondani a túlzott kérelmeknek is. És én hát egy kicsit, hogy mondjam, ilyen velemes típus ember vagyok. Gyorsan tudtam kiabálni. Uh-huh. De ezáltal, hála Isten, nem lett se infarktusom, se semmi problémám. Gondolom, hogy itt, mert nem tartott sokáig, egy-két perc. Sokszor volt, hogy utána... Féltek öntől? Hát egy kicsit igen. Nem úgy mondanám, hogy féltek. Tartottak inkább, tartottak, mert a munkában én könyörtelen voltam. Nem ismert pár Nem. De hát 5 perc utána mentem, hogy hát ne haragudjál, vagy ne haragudjon. Elfogott az indulat. Uh-huh. Ma is ilyen még? Hát ezt a fiaimtól kéne megkérdezni, valószínű. Apropó fiúk, a családi élet hogy alakult a munka mellett? Hát 54-ben, decemberben ősültem. Idén lesz karácsonykor az 50. házassági évfordulónk. De szép. Két fiunk született, az egyik 55. október 23-án. A második 59. március 14-én. Nagyon tehát szép a nemzeti dátumot, így van. Lehet kapcsolni mindkettő születését. A feleségem egy csodálatos asszony. Kiválóan főz meg. Hát ő a pénzügyminiszter. Én hírneves vagyok arról, hogy innen soha nincs pénz. Komolyan? Nincs. 10 forint sem? Semmi, egy vas se. Egész életemben nem volt. De miért nem? Valószínűleg édesanyámnak a tanítására, szoktatására. Ugye, amikor
Édesapám elment a háborúba, frontra, 40-be. Rászakadt a gazdaságnak a föntartása és egyéb is. De édesapám, mikor hazajött, utána is édesanyámnál volt a pénz. Uh-huh. Mikor megnősültem, akkor a feleségem ezt nagyon gyorsan észrevette, és átvette a dolgot, de nekem ez nem volt szokatlan. Hozzá voltam szokva ez. Például szombatonként ugye elmentünk a barátaimmal egy-egy bálra. Mindig kértem, édesanyám, kérek 10 forintot, bálba szerették menni. Akkor elővette a pénztárcát, itt van fiam 20 forint, de vigyázz, skót ne legyél, de gavallé sem. Maradj meg a kettő között, és ami pénz megmarad, azt hozd haza. Hát így természetesen fizetést fölvettem, vittem haza azonnal, nekem a kezdeni nem számoltam pénz soha. Ha kell, akkor szólok, ad, nincs probléma. És így van ma is a kedves feleségével is. Most is. És hát végtelen örömömre, mert hát valószínű, hogy ha én rám marad a pénz, egy kicsit könnyedebben bántam volna vele. Úgy érzi? Hogy biztos. Gavallér lett volna, nem? Hát skó. Nem, mondom, hogy gavallér, de skót se voltam, nem. Hála Isten, sok jó barátságban, mulatságban, egyebekben részt vettünk. Éltük a kis csöndes életünket. Uh-huh. Említette, hogy a nyugdíjazáskor szisztematikusan megtervezte a nyugdíját. Ez mit jelent? Hát ugye a 70-es évek elején alakult ki Szekszárdon a zárt kertesítés. Ugye a TSZ-nek szana szétszúrt földjei, szöldei voltak, hát az a világ legnagyobb ráfizetése lett volna, hogy a nagy gépekkel fölmenjünk meg, dolgozzuk meg. Ezt idegeneknek, tagoknak, ki mennyit kért, annyit adtunk fillérekért. És hát ott én is telepítettem akkor, hát nem, akkor közvetlenül 77-ben, 78-ban szőlőt, akkor 6000 négyzetmétert lehetett, ez jött ki egy rendeletbe. És ott egy nagyon szép szőlészetet telepítettem, amit most a fiatalabb fiam, a Zoltán vett át, megosztoztak a két gyerek, ugye már megörököltek, így mondhatom. Mikor ezt először fölvetették, egy kicsit elfutott a méreg, mondom, hát meg se haltunk, még mit akart. És azt mondják a fiúk, hogy apu, forogni akarsz a sirodba? Mondom, Isten őrizzen. Na hát akkor egyez bele, hogy mi egyeztünk. És hát átadtam kinek ezt a részt, kinek a másik, a Zoli a szőlészetet vette föl, és hát azóta óriási fejlődést csinált a szőlészetben, ma már közel 20 hektár szőlőnk van betelepítve, nagy feldolgozó modernizálás, hát ez meg életem egyik szenvedélye. Ez volt a hobbim nekem, a szőlő. Igen? Persze. Én életemben nem pecáztam, vadáztam, vagy ilyesmi. Nem kártyáztam. Nem bélyeget? Áha, sem. Meg kártyáztam, semmit. Én ilyeneket nem csináltam. Nem is bírtam volna ott elődögéni órákig pecabotot fogni, vagy vadászni, elmenni, cserkelni. Nem nekem szabály. És ma mivel telik egy-egy nap? Mit csinál? Hát szinte minden nap följárok a szőlészetbe. Ugye emberek vannak foglalkoztatva, dolgoznak. Ezt úgy mondjuk mi, hogy a gazda szeme ízlalja a jószágot. Uh-huh. Úgyhogy. És hát természetesen fiaimnak, ha hozzám fordulnak, tanácsokat osztogatok. A családon kívül egyébként lehet azt mondani, hogy ez mindig jellemző volt, hogy azért úgy kikikérték a véleményét? Ez úgy kitűnt már egy-két igen, mondatból, hogy... Igen, hát elég sokszor. Ezzel is vigyázni kellett, mert kértek emberek véleményt, utána egy pár nap vagy hét múlva visszajött, hogy úgy cselekedette, mint ahogy mondtam, vagy sem. Na most ilyen emberre eljött hozzám még egyszer, akkor elmondtam, hogy adok tanácsot, de ha nem úgy cselekszök, akkor én hozzám egyre többet tanácsér. Hát ezen sokan megsértődtek. Mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, ugye természetesen itt a készülődés során váltottunk néhány szót,
És hadd idézzem önt, azt mondta, hogy sokszor, hát elmondhatom ugye, hogy 70-en felül van. 74 éves volt. 74 éves, így van, én nem akartam Jó, udvariatlan lenni hát és így ez kimondani. férfiak már nem udvariasak se. És azt mondta, hogy hát sokan sóhajtoznak, hogy de jó lenne 20 évesnek lenni, de jó lenne még egyszer fiatalnak lenni, és azt mondta, hadd idézzem önt, ez a legnagyobb badarság. Igen, hát ez nekem meggyőződésem. Miért gondolja ezt? Mert ez képtelenség. Hadd meséljek magának egy régi anekdótát. Egy nagyszerű, édesapám nagyszerű barátja volt, Bence Jóska bácsi. Jácinak becézték, csufolták. Hát annak idején mindenkinek volt ilyen gúny neve. De hát ők ezen nem sértődtek meg, ez egy természetes volt. És hát még a legényke voltam, még édesapám itthon se volt. És hát az öreg nagyon sokat járt hozzánk dolgozni. Voltak földjeinek, én azt kocsivalóval műveltem, ő helyette visszajött dolgozni. És hát sokat beszélgettünk, egyébként egy végtelen humoros, bölcselkedő típusú ember volt, és valamikor úgy elelkeseredett az ember, és akkor rám nézett, azt mondja, mi baj van, öcsém? Hát mondom, Jóska bácsi, nem normális ez a világ, nem megy itt rendjén semmi. Azt mondja, ide figyelj. Tudod, miért boldogtalanak az emberek? Na nem tudom, Jóska bácsi, mondja el. Tudod, azt mondja, mert olyan lehetetlen dolgokat kívánnak maguknak, amit soha az életben nem tudnak megvalósítani, természetes, hogy boldogtalan. Nézek rá, és mondom, hát mégis hogy érti ezt? Az öreg első világháborúban, francia hadifogságban volt másfél évig is Párizsban. És azt mondja, hát teszem azt, öcsém. Hát hiába kívánnám én meg a párizsi Eiffel-tornyot, az úgy se lehet az enyémé. De egy-két pásztor óra minden héten, és a sikeredjen, nincs nálam boldogabb ember a földön. Hát ez körülbelül így működik. Kedves Ferenc, én örülök, hogy itt volt nálunk, és kívánok önnek még nagyon-nagyon jó egészséget, és minden szépet, és hát még nagyon egyszer szépen, gratulálunk ehhez a díjhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.